Remekeltek a szekszárdi sportolók a Győrben megtartott korcsoportos országos diákolimpia döntőjében. Szepesi Hunor, a helyi szepesi judó dinasztia legifjabb tagja, meg is nyerte saját korcsoportját. A döntőbe egy debrecenivel mentem. Ott az elején dobtam egy bazarit, és sikerült a meccs végéig megtartanom a bazarit, és nyertem. Dobrovolni Lóránt a 7. helyen végzett, ami szintén kimagasló eredménynek tekinthető. Nem a döntő volt a legjobb meccsem, hanem a második, amikor az az ember ellen mentem, akit eddig egyszer sem tudtam megverni, és most sikerült, és onnantól nagyon boldogan és felszívtam magam a többi meccsre. A fiúk edzője azt mondja, a versenyzőik eredményei egyre jobbak. Nálunk judóban 10 éves kortól lehet hivatalosan versenyezni, előtte ilyen közös edzés vetélkedők vannak. 4 fővel vettünk részt, most ez a korosztály, nem mondanám, hogy itt Szekszárdon lyukas, csak a megfelelő felkészültség még egyelőre a gyerekeknek hiányzik, itt csak 4 fővel vettünk részt. 2 emberünk sajnos idő előtt búcsúzott, ők helyezetlenek lettek. Egy nappal korábban a felvidéki Rimaszombaton megrendezett nemzetközi judóverseny 15 ország 733 versenyzője között a szekszárdi Gemen Judo Klub fiatal tehetségei is tatamira léptek, és igazán szép eredményeket értek el. Az elmúlt időszakban sikert sikerre halmozó Beke Csongor csupán egy nemrégen hatályba lépett versenyszabályzat módosítás miatt csúszott le a dobogó legfelsőbb fokáról. Eldobta az ellenfelét nagyon szépen, amire régebben egy hónap előtt tippont adtak volna, mivel a feje sajnos leért előbb, úgyhogy őt diszkvalifikálták, ő megállt a 7. helynél, szerintem döntött, vagy legalábbis érmes helyzet ő is elért volna. Jó belépő volt, és talán elkezdünk egy olyan utat, mint a régi nagyokkal, hogy járjuk a világot a eredményes munkánk után. Fülöp György viszont a saját súlycsoportját magabiztos fölénnyel nyerte meg.